torna magyar sikerekről tudunk ismét beszámolni. Makra Noémi a szerenkéti döntőben aranyérmet Kardos Botontalajon, ezüstérmet nyert a középiskolások világjátékán Brazíliában. Botond és edzője Reszeli Péter a stúdióban, Noémi pedig, ha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok jó nektek reggelt, itt, és Noéminek ott, halló! Jó reggelt, itt vagyok! Szia, Noémi! Szívből gratulálok az aranyérmethez, és persze a kiváló összetett szereplésedhez, meg a szerenkéti döntőköz is. Hogy értékeled a brazíliai szereplésedet? Hát így évvégén szerintem egész jól teljesítettem magamhoz képest. Hát a korlát aranynak annak nagyon örültem. Összetettben negyedik lettem, ott is nem sokkal maradtam le a dobogóról. Így igaz. A gerenda miatt végül is, mert az nem sikerült olyan jól, ahogy szerettem volna, de többivel elégedett vagyok. A többi szerrel is minden szempontból, hiszen volt más ugye szerenkénti fináléd is. Összességében magának a világjátékoknak a mezőnye, azt hogy látta? Tehát ugye itt azért egy kicsit más korosztályjal is találkozhattál, mint akikkel már a világbajnokságon találkoztál. Mennyivel volt nehezebb, vagy esetleg akár könnyebb ebben a versenyzői körben teljesíteni? Szerintem könnyebb volt, mert végül is az olaszok, románok, kanadaiak, amerikaiak, akik úgy jobbak, azok nem voltak még, nem voltak itt, úgyhogy szerintem könnyebb volt. De ettől függetlenül úgy érzed, hogy azért főleg a teljesítményednek volt köszönhető ugye ez a kiváló szereplés és az aranyérem. Igen. Nagyszerű. Jó, hát végre akkor ennek a hosszú évnek a végén úgy tűnik, hogy egy kis pihenés is jön, Noémi, vagy az még várat magára? Hát még folytatódnak ugyanúgy az edzések, csak kicsit lazábbak, most gyakorlatokat nem kell. Majd márciustól indul újból a versenyidőszak, amikor újból kezdünk készülni. Ha visszatekintesz erre az évre, akkor a világbajnokságon szerzett 14. helyedet, meg mondjuk például ezt a mostani gimnáziádén szerzett aranyérmet, úgy fontosságban hova helyezett? Mi volt neked idén a legfontosabb, amire a legbüszkébb vagy? Hát a világbajnokság az volt a legfontosabb, és büszke vagyok arra a 14. helyre, de ott sem voltak olyan tökéletesek a gyakorlatok. Tehát akkor azért a maximalizmus az hál' Istennek dolgozik benned, hogy még jobb legyél. Igen. Nagyszerű. Noémi drága, maradj még egy picit velünk a telefonvonalban, örülök, hogy eddig is tudtunk beszélni, és nagyon gratulálok az eddigi teljesítményedhez, és hát nagyon gratulálok a fiúknak is, mert ugye néhány héttel ezelőtt, amikor itt jártatok nálunk, akkor még ugye az Európai Ifjúsági Olimpián elért idei sikerekről beszéltünk, és még csak beszéltünk erről a lehetőségről, ugye közben volt egy KSI Kupa nemzetközi verseny, ahol szintén kiválóan szerepeltél, összetettben a felnőtt mezőnyben ugye bronzérmet szereztél, és jött közben ugye ez is, kedves Péter, úgyhogy egy picit arról beszéljünk, hogy itt titkon te, mikor még itt a stúdióban beszéltünk, álmodtál-e ilyesmiről, hogy akár kint a gimnáziádén ebből érem lehet? Nem, megmondom őszintén, hogy nem. Én nagyon elégedett lettem volna ugyanazok az eredmények, amit az IOF-on elértünk. Tehát egy 2-3 szerenkénti fináléval már, illetve az összetettbe az első 12-be. Ezt maximálisan teljesített a Botond, sőt, hát túl is szárnyaltuk ugye ebbe az éremmel, ami egy csodálatos, egy nagyon erős mezőnybe. Tehát egy teljesen ismeretlen mezőny volt számunkra, akik alkották a mezőnynek az egyik részét az európaiak, akiket úgy nagyjából ismertünk, illetve ugye Brazília, Hongkong versenyzői, tehát ezek egy olyan új szint hoztak és egy új stílust hoztak a tornába, amitől nem tudtuk, hogy mi hova helyeződünk, úgymond egy csúnya szóval kifejezve, de Botond speciálisan és nagyon zseniálisan végig csinálta ezt az egész versenyt. A versenyrendezés az egy kicsit zilált volt, tehát olyan dél-amerikaias volt, nem minden úgy volt igaz, mint ahogy, de ez nem rossz indulatból, és ehhez ő nagyon maximálisan tudott alkalmazkodni, és ebből jött ez az. Ez egyébként mennyire volt zavaró Botond? Tehát azért ugye hozzá vagy szokva, most már azért utazol világversenyről világversenyre, nagy nemzetközi versenyeken, és ugye láttad, hogy körülbelül hogy zajlik egy ilyen viadal. Zavaró volt, hogy itt egy kicsit azért olyan kiszámíthatatlanak voltak a dolgok, vagy tudod ettől magadat függetleníteni? Hát igen, egy kicsit fura volt, hogy ennyire össze voltak kavarodva a dolgok, de szerencsére ki tudtam zárni ezeket a tényezőket, és oda tudtam figyelni, és magamhoz képest maximálisan tudtam
teljesíteni. Így igaz, és ugye, ugye arról is beszéltünk korábban, hogy azért a te nagy szívecsücske az összetett eredmény, és egy összetett tornásznak készülsz. Tehát azért egy szerencsénti ezüstérmet sem dobnánk el, ugye bár, mert hogy ez sikerült talajon. Ez most így akkor ehhez képest mennyire fontos neked, hogy ezen a szeren sikerült tényleg a saját generációd világélmezőnyébe kerülni? Hát nekem az egyik kedvenc szerem a talaj, és számomra nagyon-nagyon nagy nyereségnek lehet tekinteni ezt a dolgot? Igen, tudhatom, hogy ezen a szeren lettem érmes, mert akkor a világversenyen még nem nyertem érmet. Hát ezt az összetett 11. helyet kicsit sajnálom, hogyha nem rontam el azt a kétszert, akkor lehettem volna harmadik is, de hát a függetlenül nagyon örülök az eredményemnek. Ami azért összetettben, hát azért az nem hangzik rosszul. Volt itt egy kis apró malőr, azért kitehetünk erre, és már csak a jövőbeli tanulságok szempontjából, ugye? Mert hogy volt egy olyan fizikai akadálya annak, hogy te jobban teljesíts, amire gondolni kell. Mi történt, Péter? Görcsöt kapott a keze, tehát ez régebben is fölmerült a botonddal kapcsolatban, de az elmúlt fél évben nem volt rá precedens, és nem is gondoltunk rá. Itt zárójelbe jegyezni meg, hogy egy ilyen távoli országban, egy ekkora fős küldöttséggel nagyon-nagyon jó lett volna, hogyha vagy egy masszőr, vagy egy orvos ki tud velünk jönni, ami nem állt a magyar csapat rendelkezésére. A helyiek voltak úgymond megbízva, de hát nekik is volt más dolguk. És úgy ment fel a boton a nyújtóra, hogy zseniálisan melegített, egy nagyon jó egybelévő fél gyakorlatot csinált melegítésre, nem is gondoltam rá. Majd egy bizonyos elemnél már látszott, hogy valami gond van, lejött és teljesen begörcsölt a keze, ami annyira olyan fizikai fájdalmat okozott neki, hogy látszott az arcán, hogy ez fáj. Hát ez természetesen gátolta a még jobb teljesítményben, még szebb előadásmódba. Itt azért nem kevés levonást kaptunk, ami azt eredményezte, hogy nem végeztünk előrébb az összetetbe, de hangsúlyoznám, tehát ettől függetlenül minden dicséretet megérdemel, mert ez nem az ő hibája, tehát nem koncentrációs hiba, nem hozzáállási hiba, hanem ez egy egészségügyi. Igen, de ez mindenképpen tanulság, vagy abban a szempontból, ugye, hogy kell, hogy legyen olyan személyzet, vagy olyan szakember ugye, a háttérben, aki adott esetben erre tud figyelni, illetve hát ugye az ők is szervezetét ezek szerint úgy kell készíteni, hogy ez a jövőben ne következhessen be. Ugye ez az év, már azt kell mondanom, hogy volt onnál egy átjárás a felnőtt és a saját generációja között, és nyilván előre is tekintetek már, hogy mi lesz majd, amikor az ember átlép a nagy és felnőtt generáció közé. Ennek a fényében a 2014-et hogy tervezitek, Péter? Mi lesz a hangsúly jövő? Hát nekünk még a saját korosztályban, tehát az első és az egyik legfontosabb versenyünk az a májusi Európa-bajnokság, ami kvalifikáció az IFI olimpiára, ami Kínában lesz megrendezve augusztusban. És hát természetesen az a legnagyobb falat, oda kijutni, ott helyt állni. Azt már csak zárójelben, és hogyha a botod nem hallja, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ne hallgatózz most. Igen, ugyanebben az évben szintén Kínában felnőtt világbajnokság, ahol megbeszélve a szakvezetéssel, a botondot el fogjuk indítani a válogató versenyeken, mint felnőtt világbajnokságra aspiráló. Igen, és meglátjuk. Tehát ez a KSI kupa már egy visszajelzés volt, ugye itt a magyar mezőny egy része indult a felnőttbe, ő ifiként indult ott, és egy picit megrángattuk a bajszát a felnőtt mezőnynek egy picit úgymond, és ez talán egy bizakodással teli előrenézést mutat, úgyhogy megpróbáljuk, semmi súly nincs rajta, tehát semmiféle elvárás nincs, csak nekünk elsősorban az EB, illetve az olimpia az, ami fontos. De azért izgatja a fantáziádat az, hogy esetleg a felnőtt világbajnokságra való válogatásban már szerepelni fogsz? Nekem nagyon nagy löketet adott az, hogy a KSI kupán harmadik lettem összetettbe, főleg a felnőtt mezőnybe, és merem remélni, hogy majd kint a világbajnokságon is jó eredményt fogok elérni, vagy legalább ott lehetek. Igen, tehát hogy ez lesz az első lépés, hogy el kell jutni a felnőtt csapattagságig, ami hogyha azért ilyen ütembe haladsz, talán nincs is annyira nagyon messze. Gondolom elemtanulás, gyakorlatok csiszolása, mi jön most? Ez az időszak így a tornában, ez a december vége környéke, ez mit hozhat? Most egyelőre egy egészség megóvás, illetve egészség visszaszerzés, orvostól orvosig. Mi szereztünk az EIOF után egy kisebb új sérülést, amivel nagyon-nagyon becsületesen végigcsinált, a fájdalmak közepette a felkészülés, de most itt az ideje, hogy ezt rendbe tegyük orvosilag, és januárba kezdjük el a felkészülést, hisz, mint ahogy a Noémi is mesélte, márciustól már nekünk válogató versenyek, magyar bajnokság, vagy a májusi
Európa-bajnokságra úgy tudjunk felkészülni. Egy pici elemtanulás, de nem igazán. Tehát inkább a szépségnek a megtartása, vagy a magabiztosság. Hát abban azt gondolom, hogy élen kell járni, mert ez azért az éltorna, és az egyik példaképpen Uchimura útja is, amin érdemes lesz természetesen haladni. Noémi, itt vagy még velünk, ugye? Igen. Akkor csak annyit mondj nekem, hogy te magad 2014-től mit vársz, hogyha ezt röviden így össze lehet foglalni, hogy mik a fő pontok, és mi a te személyes elvárásod magaddal szemben? Hát én is a világbajnokságra, meg az Európa-bajnokságra készülök, legfőképp, és hát szeretnék jobban teljesíteni, mint ebben az évben. Szóval mindenképpen egy pici értelemszerű előrelépést. Elsősorban a szerenkéntire gondolsz, vagy az összetetre? Összetetre. Tehát az lenne ott is a fontos. Igen. Nagyszerű. Hát két kiváló új feltörekvő csillag a magyar férfi és női torna összetett torna egén. Legyen így, ragyogjatok még fényesebben 2014-ben. Köszönöm szépen, Noémi, neked is, hogy rendelkezésünkre álltál. Nektek is, és szívből gratulálok a nagyszerű eredményhez. Szépen.